Michael J. Sullivan, Rádia Krónikák, második könyv, Aven Barta, az elfek tornya, 13. fejezet, művészi látomás. Arista nem akart levegőt venni, a gyomra minden lélegzetvételre megfeszült, és a torkában érezte a feltörő epét. A feje fölött a végtelen, csillagpettyes égbolt terült el, de alatta a halom. A Gilarabrion fészket egy egész dombot emelt a támadásai és vadászatai során összegyűjtött trófeákból és hátborzongató emlékekből. Egy összetapadt, fekete hajjal borított fejbőr, egy törött szék, egy lábfej, még mindig a lábbeliben, egy félig megrágott törzs, egy véráztatta ruhadarab, egy halovány, kékes színben játszó kar, amely úgy emelkedett ki a kupacból, mintha integetne. A halom egy magas kőtorony oldalsó, nyitott erkélyén helyezkedett el, ahonnan nem volt menekvés. Ajtó helyett, ami a torony belsejébe vezetett volna, a hercegnő csak egy boltívet látott. Ehhez hasonló hamis remények kecsegtették Arisztát, miközben arra vágyott, bárcsak a boltív valódi ajtó lenne. Ölbetett kézzel ült, mert semmihez sem akart hozzáérni. Valami hosszú és vékony húzódott alatta, akár egy faág. Kényelmetlen volt rajta ülni, de nem mert megmoccanni. Nem akarta tudni valójában, mi az. Próbálta megállni, hogy lepillancson. Erőnek erejével a csillagokat és a látóhatárt szemlélte. Északra erdősséget látott, amelyet kettévágott a folyó ezüst szalagja. Délfelé nagy kiterjedésű vízfelületek terpeszkedtek, amik a messzeségben a sötétbe vesztek. Valami, amit a szeme sarkából látott, felkeltette a figyelmét és lenézett. Meg is bánta. Borzongva vette tudomásul ugyanis, hogy elbóbiskolt a halom tetején, anélkül, hogy mélyen elaludt volna. Inkább úgy érezte magát, mintha valamiféle tengerben süllyedt volna, egyre mélyebbre. Bizonyára az eszét teljesen megbontó félelem tehetett róla. Nem emlékezett, hogy repült vele a szörny, és nem emlékezett a délutánra sem, pedig tudta, hogy látott mindent. A délutáni napfényben fürdőző bestia karnyújtásnyira feküdt tőle. Órákig bámulta a pofáját, mert nem volt képes mást nézni. Saját halálának lehetősége teljes életnagyságban volt jelen, és minden figyelmét lekötötte. Félt megmoccanni vagy megszólalni. Arra számított, a gyík felébred és menten megöli, aztán maradványait a kupacra dobja. Feszült izmokkal, vadul dobogó szívvel merett a levegővételtől hullámzó, vastag és pikkelyes kültakaróra, a bordakosáron szabadon csúszkáló, kőszerű bőrre. Úgy érezte magát, mintha vízen járna. Érezte, amint áramlik a vér a fejében. Teljesen kimerült az egy helyben üléstől. Aztán a fulladás élménye visszatért, és a világ kegyesen elsötétült. Most ismét kinyitotta a szemét, de a bestia már eltűnt. Körbenézett, és sehol sem látta. Elment, szólalt meg Trész. A támadás óta ezek voltak az első szavak, amiket valamelyikük is kiejtett a száján. A hálóruhás lány arcán sötét vonalat képeztek az úzódások. Négy kézláb állt, és nagy erővel ásott a halomban, akár egy tengerparti homokban játszó gyermek. Hol van? Kérdezte Arista. Elrepült. Valahonnan a közelből ordítás hallatszott, nem a bestia torkából jött. Állandó, dübörgő robajjal visszhangzott végig a falakon. Hol vagyunk? Aven parta tetején, válaszolta Trész, anélkül, hogy felnézett volna bizarr munkálkodásából. Bedugta a kezét némi kőtörmelékbe, és félrepördített egy törött kannát, ami alól előtűnt egy szakadt kelme. Neki látott kihúzni. Mi az az Aven parta? Egy torony. Vagy úgy? Mit csinálsz? Gondoltam, keresek valami fegyvert, amivel harcolhatunk. Arista pislogott. Azt mondtad, harcolhatunk? Igen, egy tört vagy valami törött üveget. A hercegnő nem hitte, hogy ilyesmi megtörténhet, de abban a pillanatban tehetetlenül gubbasztva egy kubaszni feldarabolt holtest tetején, miközben arra várt, hogy felfalják, váratlanul felnevetett. Törött üveget! Törött üveget! Rigoldott a kazagás közben, és hangja hisztérikus sikolja erősödött. Tört vagy törött üveget ez ellen a... valami ellen? Trész igenlően bólintott, és félredobta egy őzbak agancsos fejét. Arista tátott szájjal figyelte. Nincs vesztenivalónk,
tette hozzá a parasztlány. Nem is kellett többet mondania. Ez a mondat tökéletesen összegezte a helyzetet. Egy dologban biztosak lehettek, ennél már nem alakulhat rosszabbul. Ezek voltak élete legrosszabb pillanatai. Még annál is rosszabbak, mint amikor Percy Braga mágiát emeltetett, hogy elevenen megégesse, vagy amikor a törp rázárta az ajtót, és Royce-szal egy összeomlani készülő toronyból lelógó kötélbe kapaszkodtak. Keresve sem találhatott volna olyan sorsot, amelyben élve felfalják. Arista osztozott Trace meggyőződésében, de valami legbelül nem engedte, hogy teljes szívével higgyen benne. Remélni akarta, hogy van még esély. Nem hiszed, hogy megtartja a szavát? Kérdezte. Milyen szavát? Amit a papnak ígért. Te értetted? A parasztlány keze megállt, és most először érdeklődve pillantott fel a hercegnőre. Arista bólintott. Óbirodalmi nyelven szólt. Mit mondott? Valami olyasmit, hogy elcserél minket egy kardra, de lehet, hogy rosszul hallottam. A sheridani vallástanulmányaim során tanították a régi nyelvet, de sosem beszéltem jól. Ráadásul most halálra váltan hallgattam. Még mindig halálra vagyok rémülve. Arista látta, hogy Trace gondolkodóba esik, és irigyelte ezért. Nem, döntött végül a parasztlány, nem hagy minket életben. Megöli az embereket. Ebben áll a lényege. Megölte az anyámat, a fivéremet, a sógornőmet és az unokaöcsémet. Megölte a legjobb barátomat, Jesse Caswellt, Danny Holt. Még soha senkinek sem beszéltem erről, de egykor azt hittem, Danielhez fogok feleségül menni. Egy csodaszép őszi napon a folyó mellett találtam rá. A bestia teljesen összerágta, de az arcát érintetlenül hagyta. Ez borzasztott el igazán. Az arca épségben maradt, egy karcolás sem látszott rajta. Úgy nézett ki, mintha csak pihenne a fenyők alatt. Persze a teste nagy része már hiányzott. Meg fog ölni minket. Trace megborzongott a galérián fújó szélben. A hercegnő kicsusszant a köpenyéből. Tessék, mondta, neked nagyobb szükséged van rá, mint nekem. A parasztlány zavart mosolyjal pillantott Arisztára. Vedd már el! Fortyant fel a hercegnő. Érzelmei áttörték az udvariasság burkát, és azzal fenyegettek, hogy mindent elárasztanak. Tenni akarok valamit, a fenébe is! Remegő kézzel feltartotta a köpenyt. Trace odamászott és elvette. Felemelte, és úgy nézte végig, mintha egy kényelmes öltözőszobában tartózkodna. Olyan szép, olyan nehéz! Arista ismét felkacagott, miközben azon tűnődött, milyen rövid út is vezet az elkeseredéstől a nevetésig. Az egyikük bizonyosan megbolondult, de még az is lehet, hogy mindkettőjüknek elment az esze. A hercegnő feladta a köpenyeget a lányra, aki bekapcsolta rajta a melltűt. És én még meg akartam ölni Burnist, amikor... Eszébe jutott Hilfred és a dada, akiket ott hagyott. Nem is, parancsával odaszegezett a szobába. Vajon kínhalálra károsztatta őket? Szerinted túlélte valaki? A lány odébb gördített egy szoborfejet, és félretaszított valamit, amit törött márvány asztallapnak nézett ki. Az apám életben van, felelte egyszerűen, miközben mélyebbre ásott a romok között. Arista nem kérdezte, honnan ilyen biztos benne, csak elhitte neki. Abban a pillanatban bármit elhitt volna Trace-nek. A lány már méretes lyukat fúrt a bizarr rakásba, de még mindig nem talált fegyvert egy lábszárcsonton kívül, amit hátborzongató közömbösséggel félretett. Nyilván arra az esetre, ha semmi más használatóra nem bukkanna. A hercegnő a csodálat és hitetlenkedés keverékével figyelte a műveletet. Trace talált egy csodaszép, ám szilánkosra törött tükröt, és éppen azon dolgozott, hogy kiszabadítsa a keretből egy fűrészes élő üvegdarabot, amikor Arista szemébe ötlött valami aranycsillanás, és a halomra mutatott. Van valami a tükör alatt. A parasztlány letette a tükröt, és lehajolva megragadta a csillogó valamit, azzal egy rántással kihúzta. Egy törött kard markolat részét vette ki a romok közül. Az arannyal és ezüsttel gazdagon díszített és szikrázó égkövekkel kirakott markolatgomb ragyogva verte vissza a csillagok fényét. Trace a markolatánál megragadva feltartotta a törött fegyvert. Milyen könnyű? Törött, felelte Arista, bár jobb, mint egy üvegdarab.
A lány a köpenye belső zsebébe rejtette a fegyvert, és tovább ásott. Talált egy baltafejet és egy villát is, de mindkettőt eldobta. Aztán egy tépet ruhadarabot félrehúzva, hirtelen megállt a keze. Arista kényszerítette magát, hogy oda nézzen. Egy asszony arcát látta. Az asszony szeme békésen lehúnyva, a szája nyitva állt. Trész lassan visszaterítette a kelmét a lyukra. Elhúzódott a halom másik végébe, és leült. Felhúzta a térdét, és ráfektette a fejét. Egész testében reszkedett, és ezután többé már nem ásott. Mindketten némán gubbasztottak. Fromp, fromp! A jól ismert hangra Arista szíve fájdalmasan megdobbant. Minden izma megfeszült, és nem mert oda nézni. Erős fuvallat jött a feje fölül, és a fiatal nő összeszorította a szemét. Hallotta, amint a rém leszáll, és némán várta a halált. A teremtmény reszelős légzését hallgatva megadta magát a sorsnak. Hamarost! Szólt a lény. Arista kinyitotta a szemét. A szörnyeteg a halom tetején ült, és lihegett a megerőltető repüléstől. Megrázta a fejét, amivel nyálat szórt szét az egész helyiségben, a vészes agyarakat kevésbé rejtő fogpofájából. Szeme a hercegnő tenyerénél is nagyobb volt, és vékony, függőleges pupilla ült a vérerekkel befuttatott barnás narancsszín szemgolyó közepén, ami visszatükrözte a nő arcképét. Hamarost? Arista nem tudta, honnan vette a bátorságot, hogy visszakérdezzen. A hatalmas szem pislantott egyet, és a macskaszerű pupilla kitágult, ahogy a rém a hercegnőre szegezte a tekintetét. Most rögvest megöli, de legalább hamar vége lesz. Néked nem idegen szólásom? A szörnyetek hangja olyan mélyen dörgött, hogy a nő melkasa beleremegett. Arista felállt. Nem. Oda pillantva látta, hogy Trész is felemelte a fejét, és elkerekedett szemmel bámulja a jelenetet. A bestia a hercegnőt nézte. Királyi sarj valál. Hatalmasság leánya valék. A legnemesbb maszlag, válaszolta Gilarabriun, de Arista nem volt benne biztos, hogy jól hallotta. A szörnyetek talán csak annyit mondott, a legnagyobb ajándék. A hercegnő csak nagy nehezen fordította le a kifejezést. Azt kérdezte a rémtől. Becsülőd és szabad, avagy vérünk vész? A maszlag élhetik, amíg az orzó meg nem fogatik. Orzó? Fegyver orzója. Mostan jöve. Hold előtt elsuhanék, megtévesztvén őt útnak bizonosságáról, majd alantlibbenék fészkemre. Az orzó mostan jöve. Mit mond? Kérdezte Trész. Azt, hogy csaliként tart minket fogva, így csalogatja ide a tolvajt, aki elvette a kardját. Royce az. Arista hitetlenkedve bámult a lányra. Hogy mondtad? Megbíztam két férfit, hogy lopják el a kardot a toronyból. Felbérelted Royce Melbourne és Hadrian meg Blackwater-t? Arista nem hitt a fülének. Igen. De hát hogyan? Eleresztette a gondolatot. Mindegy is. A lény tudja, hogy Royce már közel jár. Úgy tett, mintha elrepülne, hogy megtévessze. A Gilarabriun egyszerre csak a fülét hegyezte, és közelebb hajolt az álajtóhoz. Hirtelen néma csendben felállt, és könnyű száncsapásokkal felröppent a fészkéről. A légáramlatokba kapaszkodva felszállt a torony fölé. Trész és Arista ekkor meghallották a kövön koppanó lépteket. Valahonnan a torony belsejéből jött a hang. A boltív alatt megjelent egy sötét köpenyes alak. Lépett egyet előre, egyenesen át az álajtó tömörkövén, mint a csak egy nyugodt felszínű tóvizéből kell neki. Vigyázz, Royce, csapda! Kiáltott Arista és Trész együttes erővel. Az alak nem moccant. A hercegnő susogást hallott, a szörny bőrszárnyai suhantak a levegőben. Hirtelen éles fény csapott ki a fal előtt álló emberalakból, mint egy ragyogó csillag jelent volna meg a hangtalan, mozdulatlan férfi helyén, és a fehér tündöklés egészen elvakította a két fiatal nőt. Arista gyorsan behúnyt a fájó szemét, és hallotta, mint a szörnyetek felbődül a feje fölött. Őrült szélrohan fújta a haját odafentről, amint a Gilarabriun kétségbe esett száncsapásokkal irányt változtatott. A fény hamar kihúnyt. Váratlanul halványult el, de nem tűnt el teljesen,
és egyszerre megnézhették maguknak a csillogó öltözékű férfit. Te! Rikoltotta a bestia őrjöngő dűvel, és az egész torony belerászkodott mennydörgéshez hasonlatos ordításába. Roppant szárnyait mozgatva, föléjük röppent. Elhagyált áristomot, Eriváni fene, Narejon csapása! Kiáltotta Ezrahaddon a régi nyelven. Ám megint csak a rabság lészen sorod. A mágus felemelte két karját, ám mielőtt újabb mozdulatot tehetett volna, a Gilarabrium félelmében felrikoltva odébb röppent. Hatalmas szárnyaival csapkodva egyre magasabbra emelkedett, de az utolsó pillanatban még odakapott egyik karmos lábával, és elragadtat részt a halom tetejéről. Azzal lebukott az erkély pereméről, és eltűnt szem elől. Arista a korláthoz szaladt, és elborzott arccal nézett a mélységbe, ám a leányrabló rém már nem látszott. Semmit sem tehetünk érte, szólt szomorúan a varázsló. A hercegnő megfordult. Ezrahaddon és Royce állt mellette, és mindketten az alandübörgő folyó fekete sodrát bámulták. Sorsa most már atya és Hadrian kezében van. Arista lágyan megszorította a korlátot. Újra azt érezte, mint a lassan víz alá merülne, Royce elkapta a csuklóját. Jól van, fenség, messze van a folyó, és hosszan zuhan az, aki innen leesik. Siessünk, sürgette őket Ezrahaddon. Az ajtót, Royce, az ajtót. Hogyne, felelte a tolvaj, majd fennhangon így szólt. Megparancsolom Erezdát, Arista Eszendont, Melengár hercegnőjét. A boltív valódi átjáróvá változott. Az ajtó tárva nyitva állt. Beléptek egy kis helyiségbe. A szörnyetek borzalmas fészkétől távolabb, a falak mögött Arista hirtelen megérezte az események súlyát, és kénytelen volt leülni, mert máskülönben elesett volna. Tenyerébe temette az arcát, és tompán feljajlult. Ó, Istenem, ó, Maribor, szegény Trész! Talán nem esik baja, nyugtatta meg a varázsló. Hadrián és az apja a törött karddal várják a szörnyet. A hercegnő ritmikusan hintázott ültében, és keservesen sírt, de nem csak Trész miatt. Átszakadt a gát, és többé nem tudta visszatartani az áradatot. Elméjében felvillant Hilfred arca, és az utolsó kimondatlan szó, Bernice, és az a gonosz bálásmód, amiben részesítette az asszonyt, Fanen és Mauvin, mind odalettek. Ennyi bánatot nem tudott szavakba önteni. Az érzelmek áradása közepette azt kiáltotta. A kard? Milyen kard? Mi ez az egész? Egy szót sem értek. Mondd meg, te fenség, válaszolt neki Royce. Meg kell találnom a másik felét. Nincs ott, felelte Arista. Micsoda? Azt mondtad, hogy a kard törött, igaz? Ketté tört. Én tegnap elloptam a pengés részt, most meg kell lelnem a markolatos felét. Bizonyos, hogy valahol a halomban van odafenn. Már nincs, sóhajtott Arista. Döbbenten vette tudomásul, hogy az elméje még működik ennyi megpróbáltatás után. Már nincs. Ezrahaddon ment elől. Lesiettek a hosszú kristály lépcsőkön, a varázsló közben meg-megtorpant, hogy bekémleljen egy folyosóra, vagy végig tekintsen a következő lépcsősoron. Egy pillanatra elgondolkodott, aztán megrázta a fejét és továbbment, vagy azt mogyogta, á, igen, és sarkon fordulva a másik irányba szaladt tovább. Hol vagyunk? Kérdezte a fiatal nő. Avanpartában, felelte a mágus. Ennyit már én is tudok, de mi ez az Avanparta? És nem mondd, hogy egy torony, mert már arról is értesültem. Az elfek építették meg annyi évezreddel ezelőtt. Mostanában kelepceként tartotta fogva a Gilarabriont, de az utóbbi időben úgy látszik, a szörny fészekként használta. Ennyi elég? Nem igazán. A tanástalanság érzését leszámítva, Arista jobban érezte magát. Meglepte és felzaklatta, mennyire könnyen megy a felejtés. Nem tűnt helyén valónak. A halottakról kellett volna megemlékeznie, gyászolnia kellett volna, de a szíve minden erejével harcolt ellene. Mint a törött ágak, amik nem bírnak el több súlyt, a szíve és elméje vágyta a megkönnyebbülést. Pihenni akart, más gondolatokra áhítozott, valamire, aminek nincsen köze a halálhoz és keserűséghez. Avanparta magával ragadó környezete pedig megadta, amire vágyott. Ezrahaddon lépcsőkön vezette őket, aztán tágas termeken vágtak át, és karcsú tornyok között húzódó, keskeny hidakra merészkedtek fel. Egyetlen fákja vagy lámpás sem világított, a fiatal nő mégis jól látott,
hiszen a falakból tompa, kék derengés áradt. A boltíves menyezet úgy terült szét 30 méter magasan, akár a környező erdők lombkoronája. Az aprólékosan kidolgozott vonalak ágakra és levelekre emlékeztettek. A gyalogjárókat és lépcsőket végigkövető futónövények csavarodó kacsait utánzó korlátokat kőből faragták. Az épület megalkotói minden sarkot, minden zugot díszítéssel ékesítettek, és minden részletet nagy műgonddal alakítottak ki. Arista tátott szájjal nézte, és szeme egyik csodáról a másikra siklott. Egy felröppenő hattyút ábrázoló gigantikus szoborra, egy halrajt mímelő, csobogó kútra. Eszébe ötlött Rosford király várának barbár kialakítása, és az uralkodó elfek iránt táplált megvetése. Farakásban megbúvó patkányokhoz hasonlította őket. De micsoda farakás ez! A hely zenélt is. A vízesés tompa dereje mély, megnyugtató basszus futamot hallatott. A torony csúcsaiban bujkáló fuvallatok, a zenekar szélfúvósai hasonlóan lágy és bíztató harmóniákat játszottak. A csobogók bujborékolása, csordogálása megelégedésű szolgáló ütemekkel támasztotta alá a szimfónia szerkezetét. Ezt az összhangot tépte szét Ezra Haddon hangja, amikor nekifogott elmesélni évszázadokkal azelőtti látogatását a toronyba, és hogy miként ejtette foglyul a szörnyet. És csak azért, mert több száz éve sikerült rabul ejteni a Gilarabriunt, most megint ezt akarod tenni? Kérdezte Arista a varázslót. Nem, felelte Almaz. Nincs kezem, vagy már elfelejtetted? Újak nélkül nem tudok olyan erős kötést igézni, leányom. Neked mindenki másnál jobban kellene tudnod ezt. Hallottam, amint megfenyegetted, hogy újra foglyul ejted. Mert a Gilarabriun nem tudja, hogy Ezra elveszítette a kezét, vetette közbe Royce. A bestia emlékezett rám, vett át a szót a varázsló. Feltételezte, hogy ugyanolyan hatalmam van, mint azelőtt. Így hát a karttól eltekintve én vagyok az egyetlen dolog, amitől a Gilarabriun fél. Tehát csak el akartad ijeszteni? Ezt terveztem. Meg akartuk szerezni a kardot, és közben megmenteni benneteket, fenség, folytatta Royce. Nyilvánvalóan nem vártam, hogy elragadjat részt, és álmomban sem gondoltam volna, hogy a lány magával viszi a fegyvert. Bizonyos vagy benne, hogy Trace egy kardmarkolatot talált a kupacban? Igen, én vettem észre. Csak hogy egy valamit még mindig nem értek. Mit számít a kard? A Gilarabriun nem varázslat, valódi szörnyetek, amit az örökösnek el kell pusztítani, és... Elhitted az egyház meséjét. A Gilarabriun egy bűbáj útján létrehozott lény. A kard az ellenszere. Egy kard? Ennek nincs sok értelme. A kard fémből, egy természetes elemből készült. Ezra Haddon kissé meglepetten elmosolyodott. Tényleg figyeltél az óráimon, Arista. Nagyszerű. Igazad van, a kard önmagában értéktelen. A pengébe vésett szó azonban elég erővel bír ahhoz, hogy szétoszlassa a varázslatot. Ha valaki beledöfi a fegyvert a bestia testébe, az kulcsként működve megnyitja az utat a szörnyet életben tartó elemekhez, és megtöri a varást. Bárcsak te vetted volna el, most lenne mivel kiállni a rém ellen. Nos, legalább engem megmentettetek, emlékeztette őket a fiatal nő, és ezért hálával tartozom. Ne hálálkodj el, hamarkodottan, hercegnő, figyelmeztette Royce. A szörnyetek még mindig szabadon kószál. Megfogadom a tanácsod, tehát Trace felbérelte Royce-ot, ami nem igen tudom, hogyan sikerülhetett, de még mindig nem értem, te mit keresel itt, Ezra. Meg akarom találni az igazi örököst. Nincsen örökös, tudatta velük a fiatal nő. Egyik versenyző sem járt sikerrel, a többiek meghalottak. A szörnyetek mindent elpusztított. Nem erről a dőre tornáról beszélek, hanem Novron igazi örököséről. A mágus T-alakú elágazáshoz érkezett a folyosón, és elindult balra egy lépcső felé, ami megint lefelé vezetett. Várjunk csak, állította meg őket Royce, nem erre jöttünk. Mi? Nem is, csak én. A tolvaj körülnézett. Nem, nem, rossz irányba megyünk. Hagytam, hogy te vezess minket, de láthatólag fogalmat sincs róla, hol a kijárat. Nem a kijárat felé tartunk. Micsoda? Egyelőre nem hagyjuk el a tornyot, magyarázta a mágus. A Valentrin Lajartrenbe tartok, és ti ketten velem jöttök. Nem akarod megmagyarázni, hogy miért tennénk?
Royce hangja hűvösebbé vált. Talán meggondoljuk magunkat. Útközben elmondom. Most mondd el, mert igencsak sürget az idő. Adriánnak nem segíthet, a Gilarabriun már a falunál jár. A barátod már vagy meghalt, vagy még mindig él, innen messziről semmit sem tehetsz érte. Az elmúlt 2 napot többnyire azzal töltöttem, hogy megpróbáltam bejutni a Valentrin Lajártenbe, és kéz nélkül nem érem el, és egyébként is napokba, talán hetekbe telne egyedül irányítani. A Marisztával kettesben ma éjszaka sikerülhet. Maribor pontosan abban a pillanatban vezérelt hozzám mindkettőtöket, amikor a legnagyobb szükségem volt rátok. Valentrin Lajártren forgatta a szavakat a szájában Royce. Ez elfül annyit tesz, hogy művészi látomás, igen, igaz? Jó neked, hogy ismered a nyelvet, jobban fel kellene tárnod a gyökereidet. A gyökereidet? Kérdezte Arista értetlenkedve. Egyikük sem válaszolt neki. A falu népének nem segíthetsz, de nekem segítségemre lehetsz abban, amiért idejöttem, amiért idehoztalak magammal. Segítsünk megtalálni a birodalom igazi trónörökösét? Ennél általában gyorsabban vág az eszed, Royce, csalódtam benned. Azt hittem, titokban akarod tartani a valódi célodat. Akartam is, de a körülmények miatt kénytelen kelletlen másképp döntöttem. Most pedig hagyd ezt a makacskodást és gyere velem. Egyszer majd visszatekintesz erre a napra, és elcsodálkozol, miként mentetted meg a világot csupán azáltal, hogy egyszerűen lesétáltál velem ezen a lépcsőn. A tolvaj továbbra sem mozdult. Gondolkozz, sziszegett Ezra Haddon, mit tehetsz a barátodért? Royce nem felelt. Mit érsz el, ha lezaladsz a lépcsőn és átfutsz az alagúton? Kiúszol az erdőig, aztán megöleted magad, miközben futva sietsz a faluba. Ha csodával határos módon sikerül is elérni, mielőtt a szörny végez Hadriánnal, mit tehetsz? Ott állsz majd kimerülten és vizesen. Nincs nálad a kard. Nem sebesítheted meg a rémet. Nem tudod elijeszteni. Még abban is kételkedem, hogy egyáltalán elvonhatod a figyelmét, de ha sikerül is, csak egy pillanatig tart majd. Ha most elmész, a saját halálodba rohansz, ráadásul értelmesebb lesz az áldozatnak. Hadrián sorsa nem a te kezedben nyugszik. Tudod, hogy igazam van, máskülönben nem hallgattál volna végig. Ne légy olyan makacs. A tolvaj felsóhajtott. Az isteneknek legyen hála, nyugodott meg a mágus. Na menjünk. Várjunk csak, emelte fel a kezét Arista. Nekem is van beleszólásom. A varázsló visszafordult, és a hercegnő szemébe nézett. Tudod, aki felé vezető utat? Nem, akkor nincs beleszólásod. Most pedig induljunk. Már így is sok időt elvesztegettünk. Kövessetek. Én úgy emlékeztem, hogy kedvesebb vagy, kiáltotta oda neki Arista. Én pedig úgy emlékeztem, hogy mindketten gyorsabban tudjátok szedni a lábatokat. Vágott vissza Ezra Haddon. Újra nekivágtak, és még mélyebben behatoltak a torony legbelső járataiba. Közben Ezra Haddon folytatta a történetét. A legtöbben azt hiszik, az elfek védekezésre építették ezt az erődítményt a novroni háborúk idején. Mint bizonyára mindketten rájöttetek, már nem így történt. A fellegvár öregebb, mint Novron, mégpedig évezredekkel. Van, aki szerint a tengeri goblinok a hírhed Bárán Gázel ellen épült, ám ez sem igaz, hiszen még a goblinok megjelenésénél is ősibb. Igazából ott van a bökkenő, hogy ez az épület valójában nem erődítmény, csak emberi fejjel gondoljuk ezt. Amikor az emberek és a goblinok először megjelentek Elánon, az elfek már régességen itt éltek, talán még a törpöknél is régebbi faj. Azokban az időkben nem voltak erődítmények. Még a háborúra sem használtak szót, hiszen Gilindóra kürtje minden Belviszájt elsémított. Nem védműként jött létre az építmény a Nidwalden folyó egyetlen átkelőjén, bár sok-sok évezreddel később valóban ez lett a szerepe. A tornyot eredetileg a művészet templomaként emelték. Úgy érti, a mágia templomaként, helyesbített Arista. Tudom, felelte Royce. Elf varázslómesterek érkeztek ide a világ minden 4 sarkából, hogy a lehető legmagasabb szinten tanulmányozzák és gyakorolják a művészetet. Ám de nem holmi iskola volt ez. Maga az épület roppant nagy méretű eszköz, mint ahogy a kovásnak is van kohója. Ám ebben az esetben az épület az összpontosításra való. A vízesés az erőforrása, és a torony meg annyi csúcsa, akár a szöcske csápjai vagy a macska bajusza letapogatják a világot, és összegyűjtve a lét eszenciáját,
erre a helyre vonzzák azt. Olyan, mint egy hatalmas emelő és forgócsap, egyetlen művész szinte elképzelhetetlen mértékben felerősítheti vele a képességeit. Művész Szilárd Tomás? Gondolkodott hangosan a tolvaj. Ezek szerint a torony egy eszköz, amellyel megtalálhatod az örököst? Sajnos még a vámpárta sem bír ilyen hatalommal. Nem találhatok meg olyasmit, amit sohasem láttam, vagy amiről nem tudom, létezik-e. Ám felleletek vele valamit, amit pontosan ismerek. Valamit, amit éppen azért hoztam létre, hogy később is rátaláljak. 900 esztendeje, amikor Jeris és én úgy határoztunk, hogy ketté válunk, és ő elbújtatja Nevriket, készítettem nekik egy amulettet. Ezek a talizmánok két célt szolgáltak. Egyrészt megvédték viselőjüket a művészet erejétől, és így senki sem találhatott rájuk, látnoki képességeire támaszkodva, másrészt olyan pecsétet próttam beléjük, amit csak én ismerek fel. Persze Jeris és én azt feltételeztük, hogy néhány év alatt sikerül összegyűjteni egy maroknyi hűséges embert, akivel visszaültetjük a trónjára az uralkodót. Ám, mint tudjuk, ez nem sikerült. Csak abban reménykedhetem, hogy Jeris meghagyta a trónörökös leszármazottainak, hogy jól őrizzék a nyakláncot, és adják tovább a következő nemzedéknek. Lehet, hogy túl sokat várok, hiszen talán maga Jeris sem gondolta, hogy ilyen sokáig fogok élni. Újabb keskeny hídon keltek át, amely zavarba ejtő mélység fölött húzódott. A fejük fölött színes zászlók lengedeztek. Mindegyikbe egy jelképet és egyetlen hatalmas elf betűt hímeztek. Arista észrevette, hogy Royce megigézve figyeli a lobogókat, és a szája némán mozog, ahogy a jeleket olvassa. A híd túloldalán egy magas, díszes kőbevésett boltív várt rájuk, de ajtónak semmi nyomát nem látták. Royce, kérlek! A kísérbetű tolvaj közelebb lépett, és rátette a kezét a símára csiszolt kőre, aztán finoman megnyomta. Mit művel? Kérdezte a varázslótól a hercegnő. Ezra Haddon megfordult, és Royce-ra pillantott. A tolvaj kényelmetlenül feszengett előttük, aztán megszólalt. Avenpartát bűvályos védelemmel látták el, itt senki olyan nem lépheti át a kapuit, akinek nem csörgedezik elfvér az ereiben. Minden zár ugyanúgy működik. Eredetileg azt hittük, senki más nem léphet be rajtam kívül. És persze Ezrán kívül, akit oly sok évvel ezelőtt meghívtak ide. Azonban úgy látszik, elég, ha egy elf meghívást intéz valakihez. Ezra pedig kiderítette a hívó szavak pontos szövegét. Téged is így hoztunk be, hercegnő. Ha már itt tartunk, mutatott Ezra Haddon a boltíves kőfalra. Hogyne, persze! Royce fennhangon így szólt. Melentanária en Venau Rendin Ezra Haddon en Arista Essendon Adona Melengár. Arista pedig így értette a szavakat. Megparancsolom, erezd át Ezra Haddont a varázslót és Arista Essendont Melengár hercegnőjét. Hiszen ez a régi nyelven van. Igen, bólintott Ezra Haddon. Sok hasonlóságot találni az elfek nyelve és az óbirodalmi nyelv között. Na hát, kiáltott fel a fiatal nő, aki a boltív felé visszafordulva nyitott ajtót talált. Egy valamit azonban még mindig nem értett. Miként lehet, hogy te... Tátott szájjal elhallgatott. De hát nem is látszik rajtad, hogy... Mert mír vagyok. Micsoda? Keverék, magyarázta Ezra Haddon. Egyrészt elfvér, egyrészt emberi vér. De hát soha nem is... Az ilyesmivel nem dicsekszik az ember, magyarázta a tolvaj, és megköszönném, ha köztünk maradna. Hogy ne? Gyertek, Arisztának is akadt szerep ebben a színjátékban. Lépett be Ezra Haddon az ajtónyíláson. Odaben tágas termet találtak, amelyet tökéletesen gömb alakúra váltak ki a kőből. Mintha egy nagy labda belsejébe léptek volna be. Mérete ellenére és Avenpartá egészével szemben a termet semmilyen díszítés nem ékesítette. Az óriási helyiségben sem egy repedés, sem egy hasadék nem látszott. Egyedül egy cikcak lépcső vezetett a padlóról egy emelvényig, amely pontosan a gömb középpontjában helyezkedett el. Gyermekem, emlékszel még a pleisziánt varázsigékre, amiket tanítottam neked? Kérdezte a varázsló, miközben felmásztak a lépcsőn. Hangja felerősítve, végtelenül ismétlődve verődött vissza a homorú falakról. A plesz... Emlékszel vagy sem? Gondolkodom.
Gondolkodj gyorsabban, nincs idő eltompulni. Igen, emlékszem, micsoda kötekedő vénember lett belőled, varázsló. Majd később bocsánatot kérek, na most, amikor felérünk oda, azt akarom, hogy az emelvény közepére állj, a padlón megjelölt helyre. Elkezded a plesián formuláit, és nem hagyod abba, amíg nem szólok. Kezd az invokációs igével, és amikor így teszel, egy erősebb lökést fogsz érezni, mint rendesen, mert ez a hely felerősíti a képességeidet. Ne ijedj meg, ne hagyd abba a varázsigét, és bármit is teszel, ne sikolcs! Arista félve pillantott Royce-ra. Amikor érzed, hogy az erő végigszágult az ereidben, válts át a torziós énekre. Közben az ujjaiddal formáld a kristály mintát, de befelé, és véletlenül sem kifelé fond. Tehát a hüvelykujjamat kifelé tartva, és a többi ujjammal magam felé mutatva, ugye? Igen, bosszankodott Ezra Addon. Ezek alapvető alakzatok, Arista. Tudom, tudom, csak olyan régen volt. Melengárd nagyköveteként nem sok időm jutott a lakótornyomban ülve varázsigéket gyakorolni. Szóval léhaságokkal vesztegetted az idődet? Nem, vágott vissza a nő dühösen. Amikor befejezted a kristályformát, folytatta az utasításokat a mágus, tartsd meg! Emlékezz az összpontosítási technikára, amit tanítottam neked, és tartsd a kristálymátrixot egyenesen és szilárdan. Ebben a pillanatban becsatlakozom az erőteredbe, és végrehajtom a keresést. Amikor így teszek, a teremben különös dolgok történhetnek. Képek és látomások jelenhetnek meg mindenfelé, és még hangokat is hallhatsz. Ne ijedj meg, ezek a dolgok valójában nem lesznek itt velünk, csupán elmém szikráit látjuk majd, miközben én az amulettek után kutatok. Ez azt jelenti, hogy mindannyian tanúi leszünk, ki az igaz örökös? Kérdezte Royce, amint elérték az emelvényt. Ezra Haddon bólintott. Szívesen megtartottam volna magamnak a tudást, de a sors másképpen rendelte. Amikor rátalálok a talizmányok rezgésére, a tárgyak őrzőire fogok összpontosítani. Valószínűleg a legnagyobb képen jelennek majd meg a teremben, hiszen nem csak az érdekel majd, hogy ki az amulettek viselője, hanem hogy hol találhatjuk meg őket. Az emelvényt vékony porréteg borította, és könnyedén látták az összefutó geometrikus vonalakat, amelyeket napsugarak mintájára véstek a kőpadlóba. Mind egy pontban futottak össze, a pódium kellős közepén. Őket? Kérdezte Arista, amint elfoglalta a helyét az emelvényen. Két láncot készítettem, az egyiket Nevriknek adtam, ez lesz az örökösnél, a másikat meg Jerisnek, ezt a testőrnél leljük meg majd. Ha még léteznek, mindkettőt látni fogjuk. Arra kérlek, senkinek se beszéljetek az itt történtekről, mert ha elmondjátok, azzal nagy veszélynek teszitek ki az örököst, és valószínűleg az emberiség jövőjét is veszélybe sodorjátok. Ezek a mágusok és a hatásvadász történeteik, emelte az ég felé a szemét Royce. Elegendő lett volna az is, hogy tartsuk a szánkat. Ezra Addon felhúzta a szemöldökét, aztán Arisztára nézett. Kezd el! A hercegnő tétovázott. Sauli bizonyosan tévedett. Valószínűleg csak azért mesélte neki, hogy az örökösnek hatalmában áll, rabszolgasságba taszítani az egész emberiséget, mert meg akarta zsarolni, hogy kémkedjen az egyháznak. Figyelmeztetése, hogy Ezra Haddon két lábon járó démon, minden bizonnyal szintén hazugság. Titokzatos embernek ismerte a varázslót, de hogy gonosz is volna, hisz megmentette az életét. Ehhez képest Sauli, Braga halál előtt hány nappal tudta, és nem tett semmit. Túl régóta tudatában volt. Arista, erősködött a mágus. A fiatal nő bólintott, felemelte a kezét, és nekilátott a varázslatnak.